Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsorát látják szeptember 8-án, kedden. Holnap kezdődik a kajakkenu maratoni világbajnokság Győrben, előbb a világkupa lesz, péntektől már világbajnoki címeket is osztanak. Térségünkből három faj is esélyes arra, hogy az év fája legyen, és 285 millió forintból újultak meg a Bercsényi liget körüli utak Győrben. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk ma esti adásunkban, de először mutatjuk kiemelt híreinket. Átadták az Audi Hungária új logisztikai csarnokát Győrben. A gyáravaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, 16%-kal nőtt a magyarországi autóipari termelés a tavalyi évhez viszonyítva. 8 milliárd forintból épít majd új üzemcsarnokot az Extedi Dynex Europe Kft. Tatabányán. A beruházással több mint 130 új munkahelyet teremtenek majd. Füzi Ákosra és Tapodi Péterre emlékeztek a győri kosárlabdázók. A két szakember két évvel ezelőtt hunyt el. És felhős időre ébredhetünk szerdán, de a hét második felében egyre több felé kisüt majd a nap. Adásunk végén jövünk majd a részletes időjárás jelentéssel. Felavatta új 80 ezer négyzetméteres logisztikai központját az Audi Hungária. A több mint 10 milliárd forint értékű beruházás új munkahelyeket is jelent. A teljes használatba vételt követően 700-an fognak itt dolgozni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az avató ünnepségen jelentette be, az Audi Hungária ügyvezető igazgatójának munkáját a magyar érdemrend középkeresztjével ismeri el a kormány. Thomas Faustmann ugyanis októbertől a Neckarsulmi Audi gyár igazgatójaként folytatja pályafutását. Érkeznek a vendégek az Audi Hungária új logisztikai központjának avatójára. A 80 ezer négyzetméteres csarnok rekordot jelentő 7 hónap alatt készült el, és a jövőben egy új vasútvonal is segíti majd a még jobb összeköttetést az Audi ingolstadti gyárával. Molnár Ádám, az Audi Hungária motorlogisztikai vezetője kiemelte, a vállalathoz naponta több mint 10 ezer alkatrész érkezik a világ minden tájáról, egyebek mellett ezért volt szükség az új központ kialakítására. Az elmúlt esztendőkben a logisztika területén is folyamatosan újabb és újabb projekteket valósítottunk meg. Az évi közel 2 millió motor gyártása, az újabb kompetenciák elnyerése szükségessé tették, hogy az eddig rendelkezésre álló infrastruktúrát továbbfejlesszük. Az LOC2, azaz az új logisztikai központunk, ennek egy újabb mérföldköve, mely jövőben a motorgyártás mindennapjaiban központi szerepet fog betölteni. A teljes használatba vételt követően 700-an fognak itt dolgozni, ezzel a vállalat új munkahelyeket is teremt. Az épület energiaellátását környezetbarát módon oldják meg, annak tetején Magyarország legnagyobb ipari napelemrendszerét építik ki. Borkai Zsolt, Győr polgármestere beszédében az együtt gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Jó azt látni és érezni, hogy ezt a várost átlengi az a bizalom, az a szeretet, ami egyrésztről az Audi irányába, másrésztről azokra a lehetőségekre fókuszál, ami itt ebben a városban, ebben a régióban, de szélesebb hazánkban is kiterjed, és folyamatosan lehetőségként jelentkezik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter utalt arra, hogy Magyarországnak minden eddiginél keményebb nemzetközi beruházási versenyben kell helytállnia. Ezért is külön örömteli, hogy a mai napon az Audi Hungária vezetői egy újabb siker bejelentésére invitáltak meg valamennyiünket, amikor is egy újabb beruházási sikert jelenthetünk be, hiszen a magyar-német gazdasági együttműködés zászlóshajója, a magyar ipar, a magyar autóipar legnagyobb vállalata, az Audi felavatja a második logisztikai központját itt Győrött. A politikus az eseményen jelentette be, Thomas Faustmann munkáját a magyar érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetéssel ismeri el a köztársasági elnök. Az Audi Hungária távozó ügyvezető igazgatója elmondta, az új logisztikai központ megnyitása rendkívül rugalmas, hatékony, valamint a jövőt tekintve fenntartható folyamatokat tesz lehetővé. Az új, eredeti motoralkatrészgyártó részleg, amely pótalkatrészek előállításának ad otthont, további fontos kompetenciával egészíti ki az Audi Hungária motorgyártását. 330 LKW-s jeden tag. Naponta 330 kamion és 57 vasúti kocsi fordul meg itt. Az általuk szállított áru értéke pedig eléri a 40 millió eurót, mondja Thomas Faustmann. Az esemény végén az ügyvezetés tagjai és a díszvendégek alkatrészeket helyeztek el egy-egy ládába, amelyeket két kamion 4 perc alatt vitt el a motorgyár és a járműgyár üzemcsarnokaiba.
Új gyárcsarnokot adott át Tatabányán az Exedi Dynex Europe Kft. A beruházás csaknem 8 milliárd forintból valósult meg, és 130 új munkahelyet teremtettek vele a megyeszékhelyen. A japán vállalat kuplung szerkezeteket és tárcsákat gyárt majd az új épületben. Nagyszabású megnyitó ceremónián adták át az Exedi Dynex Europe Kft. Új gyárcsarnokát Tatabányán, ahol távol-keleti dobdallamok is felcsendültek. Japán, Kína és az Egyesült Államok után Magyarország lesz a cég egyik új pillére. Ez annak is köszönhető, hogy az ország logisztikailag jó helyen fekszik, könnyen kiszolgálható innen az egyre növekvő európai piac. Emellett a munkaerő minősége is fontos szempont volt. Ezzel a beruházással jobb szolgáltatást és lényegesen gyorsabb kiszolgálást tudunk biztosítani az ügyfeleink számára. Emellett egy olyan munkahelyet akarunk létrehozni, ahol az emberek szívesen dolgoznak, könnyebben kamatoztathatják szakértelmüket. Továbbá fontosnak tartjuk azt is, hogy hasznos részesei legyünk Tatabánya közösségének, és hozzájáruljunk a város fejlődéséhez, mondta Hisakawa Hidehito, az Exedi Dynex Europe Kft. Anyavállalata, az Exedi csoport elnök vezérigazgatója. A vállalat további terjeszkedést tervez, mely a mostani területet több mint 12.000 négyzetméterre bővítené. Ezzel elérnék azt a célt, hogy itt termeljék ki a cég által gyártott súrlódó betétek egynegyedét. A termelés 2016. januárjában kezdődhet meg. Schmidt Csaba Tatabánya polgármestere kiemelte, a siker egyik fontos pillére a város és az agglomeráció munkaerejének minősége. Ez már nem a mi munkánknak, és nem csak az államtitkárságnak, illetve a minisztériumnak a munkájának köszönhető, hanem ez csak akkor lehetséges, hogyha a tatabányai emberek bebizonyították, hogy az ő tudásukra, a munkaszeretetükre lehet építeni, lehet sikeres vállalatot létrehozni. Kosuge Junichi, japán magyarországi nagykövete kiemelte, hogy a bővülés nem csak gazdaságilag fontos, a két ország jó kapcsolatának növelése mindkét fél számára kiemelt jelentőséggel bír. Japán Magyarország 13. legnagyobb befektetője. Ez nagyon fontos az export termelés szempontjából. Elmondhatjuk, hogy Magyarország már a megbízható és stabil partnere lett Japánnak. Elmondhatjuk azt is nagy szerencsénkre, hogy az elmúlt évben mintegy 5,5%-kal nőtt a kétoldalú áruforgalom. Ez azért is fontos hazánk számára, hisz mi egy kis nyitott gazdasági ország vagyunk, akinek az export a gazdasági teljesítő képessége szempontjából nagyon meghatározó. Az Exedi Dynex Europe Kft. A tervek szerint 2018-ra éri el a 133 fős bővülést. Erre az időszakra több mint 6 milliárdos bevételt szeretne elérni a japán vállalat. Ezt azzal szeretnék elősegíteni, hogy a meglévő vezetőgyártók mellett új partnereket találnak Európa területén is. Emellett a meglévő ügyfelek profi kiszolgálása is nagyon fontos az ázsiai és az amerikai területeken is. 285 millió forintból újultak meg a Bercsényi liget körüli utak Győrben. Az egyes teknőt körülvevő utak és közterek teljes szélességében kaptak új burkolatot, míg a kettes teknőnél a déli oldalig készült el a burcsellás közig. Felszedték a régi olajgyárat kiszolgáló sineket, emellett pedig összesen 90 parkolóhelyet alakítottak ki a szakemberek. A teljes területen zárt csapadékvíz elvezető rendszer épült, és kicserélték a meglévő közműveket is. A légvezetékes hálózatokat átépítették földkábelesre, ezzel javítva az utca látképét. Az átadáson elhangzott, a munka folytatódik, és 2017-ig a Radnóti úti sporttelepig megújulnak majd az útfelületek. A Radnóti úti körforgalomtól visszafelé a Városházköz irányába egyébként már folyik az északiák kivitelezése. Győri központjából látja el európai partnerét egy magyar tulajdonú világítástechnikai vállalat. A cégcsoport itthon és Közép-Kelet-Európában 7 országban összesen 150 embernek ad munkát. Baksa Kálmán ügyvezető igazgató híradónknak azt mondta, legfontosabb feladatuk az, hogy megfeleljenek a folyamatosan változó piaci igényeknek és a vevői elvárásoknak. A cég év elején a hónap kis és középvállalkozása lett Magyarországon. Készül a mennyezeti lámpa az egyik győri központú cégnél. A több mint 20 éves múlttal rendelkező vállalkozás már nem csak Magyarországon van jelen, hanem Kelet-Közép-Európa 7 országában is rendelkezik leányvállalatokkal. A cégcsoport összesen 150 embert foglalkoztat, árbevételük pedig elérte a 6 milliárd forintot. A vállalat folyamatosan figyeli a változó piaci igényeket és a vevők elvárásait is. A trendek, a divattrendek, milyen lámpákat szeretnének, hogyan változnak a trendek a világítótestek világában, illetve a műszaki innovációt és az újdonságokat is
folyamatosan követnünk kell, és a termékeinknél ezt alkalmazni kell. Gondolok itt a LED technológiás lámpákra. A tapasztalatok szerint az energiatakarékos megoldások iránt egyre nagyobb az érdeklődés, az azonban nagyon sok mindentől függ, hogy mekkora lehet egy háztartás megtakarítása, ha LED világításra áll át. A fogyasztóknak a cég honlapján egy kalkulátor segít a választásban. Nagyon könnyen használható, viszonylag sok adatot meg kell adni ahhoz, hogy a lehető legközelebbi megoldást kapjuk, tehát a lehető legpontosabb megtakarítást tudja nekünk a kalkulátor kiszámolni. Ezek a kalkulátorok egyébként van más jellegű kalkulátor is a honlapunkon. Nagyon népszerűek a vásárlóink körébe, és gyakran használják őket. A cégcsoport megkapta a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a hónap KKV-ja díjat is, amellyel a kis és közepes vállalatok teljesítményét ismerik el. A számokban hiszünk, hiszen a számok meg is mutatják évvégén, hogy jól dolgoztunk-e vagy nem, de mindig jól esik az, hogyha egy külső szervezet is elismeri a működésünket, mert az azt mutatja, hogy nem csak a számok mutatják, hogy jól dolgozunk, de másoknak is úgy tűnik és úgy látják, hogy valóban jól működik ez a cégcsoport. A vállalatnál naponta 3000 világítótestet szerelnek össze, ám az áruk egy jó részét Távol-Keletről szerzik be. A 9500 négyzetméter alapterületű létesítményben több mint 9500 raklapot tudnak tárolni, és ebből a központból látják el hazai és európai partnereiket is. Folyamatosak a beruházások és a fejlesztések a Mosonmagyaróvári Nolátó Kft-nél. A Svédországban alapított cégcsoport 23 telephelyén mindegy 9000 embert foglalkoztat világszerte. A higiéniai és egészségügyi termékeket előállító gyárban ráadásul mindegy 30 megváltozott munkaképességű embert is foglalkoztatnak. Ez a cég legújabb üzeme, ahol egyelőre még csak a próbagyártások zajlanak. Ez pedig egy igen ritka gép, ami négy oldalon naponta összesen 5 millió darab higiéniás termék alkatrészeit készíti. A Nolátó Mosonmagyaróváron 600 dolgozót alkalmaz. Céljuk a folyamatos fejlesztés és a már most 40%-os törzsgárda állomány növelése. Folyamatosan motiváljuk az embereket, hogy újabb és újabb termékeket be tudjanak tanulni, a gyártásban tudjanak fejlődni, és használhassuk őket újabb és újabb gépeknek a kezelésekor, ugyanis ezek a folyamatos beruházások és gépek fejlesztése, ez a jövőben is célunk, tehát újabbnál újabb technológiák bevezetése zajlik, és folyamatosan innoválunk. 2012-ben egy 1,6 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően egy 13 darab gépből álló tiszta szobával is bővült a gyár. 2011-12-ben a vevőigények növekedése miatt szükségessé vált a gyártói, illetve a raktározási kapacitás bővítése. A cégvezetés akkor úgy döntött, hogy egy új raktárépület kerül kialakításra, és a régi raktárat pedig átalakítjuk termelő üzemmé. Ezt láthatjuk itt mögöttem. Ezen a területen ISO 8-as körülmények között vesedialízishez használt műanyag alkatrészeknek a gyártása folyik. Mosonmagyaróváron 2011 óta megváltozott munkaképességű embereket is foglalkoztatnak. Jelenleg 30, többségében hallás vagy látássérült ember dolgozik itt. Számunkra ez a nagy lehetőség volt, hogy a vállalat 4 évvel ezelőtt ezt kialakította, és boldog vagyok ahhoz, hogy bizonyíthattunk ezen a területen. A cégnél itt is tervezik a létszám bővítést, ami nem is lesz nehéz feladat, hiszen erre a részlegre mindig túljelentkezés van. Jelentősen drágul a benzin és a gázolaj szerdától, előbbiért 5, utóbbiért 8 forinttal kell majd többet fizetni a kutaknál. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 348 forintra, a gázolajé pedig 353 forinttal nő, de akár 25 forintos különbséget is találhatnak az egyes töltőállomások között. A benzin ára egyébként tavaly szeptember és idén január között mintegy 100 forinttal csökkent, majd idén július közepéig fokozatosan több mint 70 forinttal emelkedett, azóta 45 forinttal lett ismét olcsóbb. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta mintegy 30 forinttal lett magasabb, a nyáron viszont több mint 40 forinttal csökkent, és szeptemberen kezdett el ismét emelkedni. Egy szír férfi halt meg abban az autóban, amely szalagkorlátnak ütközött hétfőn az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán. A férfi családját a mentők kórházba szállította. A kocsit egy 30 éves osztrák ember vezette,
aki a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint pénzért szállította az illegális bevándorlókat, közölte a rendőrség. A sofőrt őrizetbe is vették, embercsempészéssel és halálos közlekedési baleset okozás gyanúja miatt indult ellene eljárás. Térségünk három fája, a hédervári Árpád-tölgy, a körbeépített győri vadgesztenyefa és az ácsi mesefa is esélyes az év fája elismerésre. A versenyre májusban több mint 60 olyan fát neveztek szerte az országból, amelyeknek története van. Ezek közül kerül ki az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrizése alapján az a 15, amelyek története legjobban kifejezi a jelölő közösség elkötelezettségét a nevezett fa iránt. A szavazást október 18-án vasárnap éjfélkor zárják le, voksolni az interneten lehet. Holnap kezdődik a kajakkenu maratoni világbajnokság Győrben, az első két nap a Masters korosztály, valamint a parakánusok és kajakosok számára rendeznek világkupa futamokat, péntektől pedig már a világbajnoki címatét a felnőtteknél, illetve a korosztályos versenyzőknél. A magyarok mind a 17 számban esélyesek arra, hogy a dobogóra álljanak, így aki hazai sportsikerekre vágyik, annak mindenképpen ott állja lelátón. Az utolsó simításokat végzik a vízitelepen a világbajnokság előtt. Helyre kerülnek a gyeptéglák, hogy a partrendezés után még szebb arcát mutassa a terület, és már szerelik a rajtoláshoz szükséges téget is. Az eredeti tervekhez képest itt változás lesz. A rajtpozíció ugyanis visszakerült pontosan oda, ahol az elmúlt évek győri világversenyein volt, de talán jobb is így, hiszen így még jobban láthatja majd a közönség. A nagy rendezésből mindenki kiveszi a részét, még Boglárka is. Ő a munkát felügyeli, ott van mindenhol, ahol történik valami. A pályán közben folyamatosan érkeznek a versenyzők, az utolsó edzések egyikét tartják mindannyian. A legtöbben a rajtot gyakorolják, illetve a futószakaszt, valamint az alsó és felső fordulót, hiszen többnyire itt dől el a verseny. Ami a vízállást illeti, hát az olyan, amilyen, de hát az időjárási viszonyok mellett ez az egyetlen, ami nem a szervezőkön múlik, és végül is mindenkinek egyforma. Szerdán és csütörtökön a Masters és a parasportolók szállnak majd vízre, péntektől pedig már világbajnoki címeket osztanak. A legjobban a központi lelátóról lehet majd követni az eseményeket, hiszen addigra állni fog majd az a kivetítő, aminek segítségével semmi nem marad titokban, ami a pályán történik. Füzi Ákos és Tapodi Péter emlékére lépett parkettre a CMB Cargo Uni Győr a szlovákiai Rózsadomb együttese ellen. A győriek a végjátékban kerülhettek felül a szlovák csapaton, így a meccs magabiztos győzelemmel zárult. Repülnek a labdák az egyetemi csarnok pályája felé. Az emlékversenyre érkezők idén is rengeteg labdát hoztak magukkal. Ezeket karácsony előtt a klub a városi óvodáknak juttatja majd el. Ezt megelőzően a klub díjakat adott át az arra érdemeseknek. A legjobb utánpótlás edzőnek járó Tapodi Vándor Serleget idén Gálosné Farkas Andrea vihette haza. A legjobb utánpótlás játékosnak járó Füzi Ákos díjat pedig Török Ágnes nyerte el. A díjátadás után pedig elkezdődött a meccs. A győri csapat ellenfele egy kétszeres EU-liga győztes szlovák csapat volt. MBK Ruzsomberok a tavalyi szezonban ezüstérmesek lettek a szlovák bajnokságban, és ugyanúgy Európa Kupa résztvevők, mint mi. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megtiszteljék a mai rendezvényünket, illetve még egy olyan gesztus is tettek, hogy két hét múlva vendégül látnak minket, és két nap a majd Rózsahegyen. A mérkőzés megfelelő tisztelgés, azt gondolom, hogy a nézők számára, akik kijöttek, mi pedig teszünk a dolgunkat a pályán, most nem emlékezünk, azzal vagyunk elfoglalva, hogy minél jobb teljesítményt tudjunk kiadni magunkból. Mostani meccs eredmény teljesen mellékes, a lényeg az, hogy amit két közös edzéssel próbáltunk összerakni, abból minél többet visszakapjak, illetve azt, hogy mentálisan mindenki maximálisan tegye oda magát. Nem ismerjük az ellenfelet, nyilván egy nagy múltú együttes, keményen fognak védekezni, és nekünk ezen kell fölvenni a harcot. Az utánpótlás játékosok pedig egész napos utánpótlás tornán vettek részt. A junior csapatunk megnyerte ezt a tornát, és annak is nagyon örültem, hogy volt vendégünk, hiszen a Somorja csapata Szlovákiából is részt vett, valamint az MTK, illetve a Beasz csapata versenyzett. A klub a tragikus baleset óta minden évben emlékmérkőzéssel tiszteleg az egykori klubigazgató és vezetőedző előtt, melyet hagyományosan vagy a baleset napján, vagy az azt megelőző vasárnapon rendez meg. 13-1-re kiütötte a Rábaetó futszál csapata az NB1 újoncát, a déli futszált, ezzel győzelemmel kezdték a bajnokságot. A találkozón Amrani 4 gólgított, Drót és Seidler pedig duplázott. Bajnoki meccset egyébként legközelebb októberben játszik majd az Eto, úgyhogy innentől már a szeptember végi UEFA Futsal Cup mérándra összpontosíthat az együttes. Ennek a tornának egyébként negyedszer lesz majd a házigazdája Győr.
átadták az Audi Hungária új logisztikai csarnokát Győrben. A gyáravaton Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter azt mondta, 16%-kal nőtt a magyarországi autóipari termelés a tavalyi évhez viszonyítva. 8 milliárd forintból épít majd új üzemcsarnokot az Exteddy Dynex Europe Kft. Tatabányán. A beruházással több mint 130 új munkahelyet teremtenek majd. Füzi Ákosra és Tapodi Péterre emlékeztek a győri kosárlabdázók, a két szakember 2 évvel ezelőtt hunyt el. Mai adásunkat is programajánlóval folytatjuk, Kóródi Petra ma este is elhozta nekünk a legjobbakat. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk szerdára? Szia és köszöntöm a nézőket! Presser Gábor holnap Tatabányán. Dalok régről és nem régről. Ezzel a címmel várja a közönséget Presser Gábor szerzői estjén. A koncerten közreműködik Szabó Tamás szájharmonika művész is. Presser Gábor szerzői estje holnap 19 órakor kezdődik a Tatabányai Vértes Agórája nagy termében. Aztán Tuna-szigeti kreatív alkotó kiállítása Moson-Magyaróváron. Már látogatható a tárlat a Huszár Gál városi könyvtárban. A grafikák, festmények, fotók, gyöngy és drót ékszerek, goblejnek, valamint a különleges üvegtárgyak egészen szeptember 23-áig tekinthetők meg Moson-Magyaróváron. Aztán még mindig Óvár, Moson-Magyaróvár képekben egy alföldi fotós szemével, ezzel a címmel már látogatható egy meglehetősen egyedi tárlat Moson-Magyaróváron. Nagy Mária fotókiállítása a Fehérló közösségi házban tekinthető meg szeptember 14-éig. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Esőre nem, viszont felhős időre számítani kell szerdán északnyugaton Magyarországon az előrejelzések szerint. Szerdán a hajnali órákban 10, amíg reggelre 6 fokot mutathatnak a hőmérők a prognózisok alapján. Szerda délutára is maradnak a felhők, a nappali csúcshőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Szerda estére 10-13 fok körüli értékeket jeleznek a szakemberek. Kisüt a nap a folytatásban, kevesebb felhőt és több napsütést ígérnek a meteorológusok a következő 3 napra, viszont őszies marad az idő. Csütörtökön reggel és este 10, amíg napközben 22 fokot mérhetünk majd a prognózisok alapján. A péntek is napos, azonban őszies lesz, reggel és este 11, amíg napközben 24 fok valószínű. Szombaton is hasonlóan alakul az időjárás, a nap elején és végén 11, amíg napközben 25 fok várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió szeptember 8-i műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Holnap este 7 órától újra jövünk majd, térségünk legfrissebb híreivel. Nézzenek akkor is bennünket. Kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!